Annak a közel 2000 hallgatónak, akik részt vettek a képzéseken és a nyári táborokban, az elmúlt 25 év alatt nem csak használaton nyelvtudást, de élményeket, barátságokat és idegen kultúrák megismerésének lehetőségét is adta az alapítvány a táborokban vagy a külföldi utak során, hangzott el az ünnepségen. Tóth Lászlóné, a szervezet alapítója és elnöke arról beszélt, ma már azt mondhatja, mindaz, ami történt az elmúlt negyed században, egy beteljesült álom. Jó volt látni azt az ívet, ami úgy kialakult. Tehát akkor nekem olyan 15 éves korba kerültek az alapítványba, és tanultunk velük, és most pedig vagy eljönnek apaként, anyaként, vagy visszaemlékeznek, és ez egy nagyon jó érzés. Tehát igen, ezek a körök úgy bezárulnak, és ez jó. A szakmai munka sikerének visszajelzése, hogy számtalan családban a felnőttek is itt szereztek a nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges tudást, és ma már gyermekeik is az alapítvány segítségével szereznek használaton nyelvtudást. Ez a bizalom, ez mind a pedagógus irányába, mind emberileg azt hiszem teljesen megvolt, és meg is van a mai napig, és nagyon bízom benne, hogy a kívánt célok elérése a német nyelvben, az meg lesz a gyermekemnek, és utána nem csak a német nyelvben, hanem esetleg az angol nyelvben is ez tovább fog folytatódni itt az alapítvány keretein belül is. Tóth Lászlóné úgy értékelte, szinte semmi sem változott abban, ahogy az elmúlt időben dolgoztak, sem az elképzelésekben a nyelvtanításról, sem a képzések metodikájában. És miután ez működik, nincs is tervben az átalakítás.